Se irányuló programot azzal a céllal hívták életre, hogy ráirányítsa a figyelmet a betegség mielőbbi felismerésének fontosságára, ugyanis az emlőrák azon daganatos megbetegedések közé tartozik, amelyek esetében a korai stádiumban komoly eredmények érhetők el a gyógyítás terén. Dr. Tatjana Karatya, a Nagykikindai Közegészségügyi Intézet szakembere elmondta, a program eddigi eredményei is rámutatnak a szűrővizsgálatok fontosságára, ugyanis az Észak-Bánáti körzetben 2013-ban 109 személynél fedeztek fel emlőrákot, ebből Zentán 23 személynél diagnosztizálták a betegséget, ami a körzet esetében az egy évvel korábbi adatokhoz képest 11%-os, Zenta község esetében pedig 30%-os növekedést jelent. A szűrővizsgálatokat a Zentai Egészségház és a Zentai Közkórház szakemberei közösen bonyolítják le, akik szintén a betegség korai felismerésének fontosságára hívják fel a figyelmet. Akkor próbáljuk elérni az embereket, amikor még látszólag egészségesek. Ez a leglényegesebb a szűrővizsgálatnál. Természetesen a szűrővizsgálat olyan vizsgálatnál érdemes, olyan betegségnél érdemes végezni, ahol a korai stádiumban komoly eredményeket tudunk elérni a gyógyításban. Hát az emlőrák ilyen. Az emlőrák szűrésre irányuló program első ciklusában a szakemberek szerint a zentai egészségügyi intézmények országos viszonylatban igen jó eredményeket értek el. A program második ciklusa január elején indult és 2 éven át tart majd. Az illetékesek arra kérik a lakosságot, hogy minél nagyobb arányban vegyenek részt a szűrővizsgálatokon.